fare quello di Assange. Amikor a repülőgépvezető indítja a hajtóműveket, 35%-nál ezek a panelek bezárnak, azért, hogy mechanikai sérülésnek. A törzséklap pár, ugyanis két darab van a repülőgépen, ugyanis mi most földi áramforrásról tápláljuk a repülőgépet, és ennek a földi áramforrás hivatjónak a szükséges. Felét kevésbé fogják látni, mert a repülőgép meg van emelve, és a törzs is takarja, de ha alá nézünk, akkor az alsó az elég jól látható. Ez egy intenzív fékezést tesz lehetővé a repülőgép a pilóta számára. Igen. Ezzel a szárnynak az ívettségét növeljük meg, amivel felhajtáról többletet érünk el. Így a leszálló sebességét jelentősen lehet csökkenteni a repülőgépnek, így a repülőgépvezető munkáját megkönnyíteni. A leszálló sebessége körülbelül 230-250 km/h. A földközeli sebessége 1500 km/h körüli, míg nagy magasságon a hangsebesség 2,3-szorosával is képes repülni. Ezekből az adatokból egy darab van, és aszimmetrikusan térnek ki. Tehát a egyik oldalon felfelé, a másikon lefelé. Ha balra akar a repülőgépvezető orsózó mozgást végrehajtani, akkor